Újpest központ, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy szíveskedjenek el. Sziasztok! Ez itt az Újpest központ podcast. Lukomics Andrással és Fekete Balázssal. Most érkeztünk Paksról, hiszen erős felindulásunkba lementünk erre a nagyszerű vidéki túrára, ahol 3-1 arányba győzedelmeskedtünk. De ez szinte már rutin, nem? Minden héten győzelem. Illetve nem mondok teljesen igazat, de az elmúlt 7 meccsből 6-ot megnyertünk. Úgyhogy azt hiszem kezdünk ehhez már relatíve könnyen hozzászokni. Szárnyal a csapat. Így van. Abszolút. Egész hazaúton nem beszéltünk a meccsről. Azon gondolkodás. Nem beszéltünk a meccsről egymás között, azért, hogy most tudjuk megbeszélni, mert akkor előttük volna... És most mindent kiárasztunk rátok. Igen, a skulót. Úgyhogy vágjunk is bele. Hogy tetszett a stadion, a meccs, a minden? Ennyire zöld, bio parkolót még életemben nem láttam, mint a Pakson. Gyönyörű mezőn volt ugye a vendégszurkolóknak a parkolási lehetőség. Egyébként tök kultúrát volt szerintem. Bementünk, először próbáltunk beállni a büfébe, sorba, és hát egy 5 perc után feladtuk, ugyan kezdődött a meccs, igen. Menni kellett volna befele. Irgalmatlanul fújt a szél. Aha. Egyébként, ja, fönn a stadion tetején, egyébként elég pici ez a stadion, én most jártam először a Paksi arénában. Ez picike, nagyon. Igen. Mondjuk ez se volt tele, úgyhogy elég nekik ez. Persze. Sok is. Vendégszektor egyébként tele volt, majd vagy nem tele volt szerintem. Igen. 95%-on dolgoztunk. Abszolút jó volt a hangulat. A büfével kapcsolatban, ha már az előbb említetted, azért jegyezzük meg, hogy tényleg szerintem ez nem fér bele az NB1-be, ez nem NB1-es színvonal, hogy odaraknak 2, bocsánat, hogy ezt mondom, de teljesen fogalmatlan, szerencsétlen hülyét, akik tényleg mondasz nekik egy 4 tételből álló rendeléssort, és a második után már visszakérdez, hogy mit szeretnél, de ugye olyan bonyodalmak vannak, mint sör, meg kóla. Hát a sört, az konkrétan a dobozos sört kibontották, és tehát nem volt csapolva, kibontották a dobozos sört, és kiöntötték a pohárba. Na most a végén már annyira begyorsultak, hogy kiadták ugye a vevőnek, hogy a vevő kiönteti magának a sört, amíg ők csinálják a többi dolgot, de mindegy, így is azért voltak ilyen tumultuózus jelenetek. Jó. Szerintem most már talán az utolsó Újpestet is kiszolgálták így este 8-kor. Reméljük, hogy most már senki nem áll a sorban. Minden esetre, hogy a bármilyen Paksi vezető hallgatja ezt a beszélgetést, akkor üzenjük, hogy erőteljes infrastruktúra és fejlesztéseket kell véghez vinni a kiszolgáló személyzet szempontjából. És egyébként fél időben be is mondták, hogy várjuk a szurkolókat a büfébe, ami tök jó. Mert... Színes kínálattal. Igen, igen. Egyébként a színes kínálattal nem volt, mert volt hot dog is például, de én személyzet nem volt, aki ezt a rendelkezésünkre bocsássa. Ja, na mindegy. Szóval a büféről röviden tömören azt tudjuk elmondani, hogy egy vicc volt. Ja. Sajnálom. Na most ebből kifolyólag, ugye, hogy a büfébe álltunk így a 5-től körülbelül a 25. percig. Igen, ennek az lett az egyik következménye, hogy lemaradtunk a Paks vezető góljáról. Amit Ádám, igen, ez valószínűleg így történt, mert 24. percben rúgta Ádám Martin 11-esből. Igen, lehet, tovább is voltunk a büfében, nem mindegy. Igen, de hát előtte hallottuk, hogy a Diaby nevét skandálta a tömeg, nem tudjuk, hogy miért, meg egyébként a 11-est így nem láttuk se a körülményeket, sem magát a büntető elvégzését. Mindenesetre kiderült, hogy ezek szerint a Pajovic sem fog meg mostanában 11-est. Nem, de mindegy, szerintem ezzel lépjünk is túl. Nem tudjuk. A kezdővel kapcsolatban milyen észrevételeid vannak? Ugye, szerintem egész pofás kezdő volt. Diaby valaki vagy békülve? Ezen a mai meccsen szerintem ez volt eddig a legjobb meccse. Komolyan. Mm-hmm. Azért jó, az elején volt egy akkora luft, akkora lukat rúgott, hogy elszégyeltem magamat. Pécsert fogták meg a lábát. De utána figyelj, egy csomó szögletnél ott volt. Szerintem rúgtak körülbelül 10 szögletet, abból mondjuk 7-szer ő fejelte ki, vagy ő tisztázott. Ja. Elég sokszor odaért. Oké, továbbra se egy Cannavaro, de
de azért most úgy ott volt, azt mondom. Bár egyiket tegyük hozzá, hogy még mielőtt kimentünk a büfében, még volt egy berince kapufa az előtt. Akkor is volt egy kapufa. Tényleg az előtte volt. Így. Volt a kapufa, amikor akárhova rúghatta volna, ja, igen, de ő a kapufára rúgta. Azt el se hittem. Igen, ha az belőtte, akkor lehet, hogy nincs is paksi gól, mondjuk. Nem, mindegy. Most ez a ha. Igen, mindegy. Lelépjünk túl. Jó, szóval volt a berince kapufa, aztán egyenlítettünk, mert végre Berizze betalált. És az Izivádze adta a gólpaszt. Egyébként igen, azt hiszem, hogy mind a három gólban benne voltak mind a ketten. Igen, ez a lényeg, mert az egyenlítő gólunk az Berizze, Budu gólpassz, a második Berizze gólpassz, Izivádze gól, a harmadik pedig a Berizze indította, nem, az Izivádze indította Berizzét. A Berizzét, és aztán pedig Osvát befejezte helyettünk ezt az akciót. A kapuig kisértelen. Igen. Azért el kell mondani, hogy elég szerencsétlen volt ez a paksi védelem a mai napon. Hát a paksi védelem ugye általában szerencsétlen. Tehát ők elég gólképesek. Csak az a szerencséjük, ugye, hogy általában kétszer többet lőnek, mint kapnak. Tehát mindig megkapják a két-három góljukat. Ja. Jó, egy-kettőt inkább, de mostanában inkább többet kapnak, mint rúgnak. Ja, és még volt az Ádám Martinak egy lesgólja, meg volt még egy kapufa, amit pedig a Zizi Vádze. Igen, egy felső léc. Igen. Igen. Ja. Egyébként az zseniális volt szintén. Bennem egyébként ugye a támadó szekcióval kapcsolatban két dolog maradt meg nagyon, ami tényleg nagyon tetszett, és szerintem itt nagyon ritkán, vagy nagyon régen láttam újpesti csatártól. Az egyik az volt, amikor a Szabó János nem tudom, kísérte haza a labdát, hogy valami ilyen, nem, ment a kroázével, és a Szabó János volt lépés előnyben. Elnézést, még nagyon frissek az élmények, azért csapongunk és, ennyire. És, ja, meg csömbben voltunk az egész hazaúton. És na mindegy, szóval az volt a lényeg, hogy a Szabó János volt lépés előnyben, viszont a kroázé elé ugrott tulajdonképpen, tehát sokkal agilisebb volt, mint a védő, és igazából ebből egy szöglet lett. Kapura ment a labda, a kapusnak védeni kellett szöglet. Ez volt az első. A második, amit aztán tényleg kurva régen láttam Újpest csatártól, amikor a Zivzivádze körülbelül a saját térfelünkről megindult, szóló, lenyomta a védőjét, kapura lőtte, akkor utána ott még pont előttünk történt ez a helyzet, utána visszaszerezte a labdát, és utána azt mondom, hogy abból is szögletet sikerült kiharcolni. Igen, nagyon harcos elképesztő volt. Elképesztő csávó. És egyébként fizikálisan is kubára lenne van. Nekem nagyon tetszik így a faszi. Igen, őt meg kéne szerezni véglegesre, ez az egyik nagyon fontos feladat. Illetve, sőt, igazából az egész támadó szekciót egybe kéne hagyni. Hát ez a három gyerek egy következő idényben is a Kroazénak, Berizzének és az Izivádzénak nálunk kell játszania. Mert akkor... Hát... Hogyha valamit el akarunk kérni, akkor szerintem ez a három csávú képes arra, hogy elvitasson minket elég magas szintre. Ja, abszolút. Igen, jó ez a grúz duó. Ebben megállapodhatunk. Hát egyébként, hogyha így folytatják, akkor berúgják egymást a grúz vállalatot kezdvébe. Ja. Meg egyébként szerintem azt is jó látni a végén, az ünneplésnél, hogy Kroázék kijött a szurkolók közé. Nekem is úgy tűnik, hogy mint hogyha ő is sokkal jobb paszban lenne az utóbbi időben. Igen, szerintem lejött egy kis teher a válláról, nem mindent neki kell megoldani, hanem így szétoszlik úgymond a figyelem a védőkkel szemben. Jobban lubickol. Ja, bízunk benne, hogy mindegyikük... Vannak társai. Hogy mindegyikük átkozott jól érzi magát. Tehát ugye a Kroázi eddig is oda tudta tenni a labdát kb. Ahol akarta, csak ugye nem volt, aki érkezzen erre, vagy aki belője a helyzeteket. Morikoni. és most megnéztem direkt, amíg nem beszéltünk egymással, hogy az Ivzivádze, ugye azt tudjuk, hogy ugye a szezon végéig van nálunk kölcsönben, nincs rá opciónk, viszont a Videótonnal még jövő nyárig van szerződése. Viszont ő pont az a csávó, akire azt mondanám, hogy a Vidi írja le papírra egy számot, és arra, hogy tegyünk rá egy 10 millióba, és vegyük meg.
Hát, jó, de ha leírják a számot, akkor nem kell. Miért akarod szórni a pénzt? Nem kell szórni. Már annyit, vegyük meg. Az mindenképpen vegyük meg. Szerinted csak az Újpest akarja megszerezni most? Miért nevetné még egy másik csapat is? Nem baj, akkor is mi... Nálunk kell, hogy játszom. Mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy nem akar a vidébe visszamenni, mert valami történt ott a múltban, nem tudom, itt sokkal jobban érzi magát, ő egyébként szívesen jönne, gondolom, Újpestre. Hát ezt nyilatkozta is, abszolút. Igen, ezt nyilatkozta is, de ez utána meccsétre meg gondolom, ez még hatványozottabban igaz. De hogy tehát szerintem ez neki se a Videótonnak nem lenne jó, hogyha visszamenne, se neki. És tegyük hozzá, hogy emlékszem, amikor ő a Videótonba igazolta a Mezőkövesdről, igen. És akkor hiszem Európa Ligára készült a Vidi, uh-huh. Azt hiszem. És akkor azt gondoltam, hogy hát szerintem az Európa Ligát nem fogjátok megugorni ezzel a sráccal, mert hogy ez nem az a színvonal, és egyébként a Videótonba tényleg nem emlékszem rá, úgyhogy nagyot ment volna. Nem. És az emlékeim szerint a Mezőkövesbe sem ment ekkorá. Szerintem most éppen nagyon kijön a lézés neki. Ez a tavaszi szezonja, ez ott van. Ez szerintem így a legjobb fél szezonja. Igen, hogyha a Videóton annak idején az Európa Ligára készülve egy ilyen zizivádzét igazolt volna, akkor az, akkor jól jön neki belőle, de ja. Nyilván sok tényezőből áll össze egy csapat. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek jó lenne. Tehát, ha ide jöhetne hozzánk állandóra, aláírnánk vele egy 2-3 éves szerződést, mindenki nyerne rajta. Persze. Videóton kapta pénzt, ő itt lenne, ahol szeretne lenni, mi kapunk egy jó csatárt. Szerintem ez minden szempontból jó. Igen, és végre harcba szállhatnánk a bajnoki címért. De és amit viszont én sajnálok, hogy a Castrati kiszorult a kezdőből, nekem szimpi az a gyerek, meg ügyes is, igen. Ja, nem. De egyébként ő ki helyet tudna játszani? Nem tudom, ezt passzolom ezt a kérdést. Hát elvileg a Paujevics. Mert ő jobb hátvéd. Hát de egyébként belső védőt nem tud játszani. Meg tudná oldani azt is, de gondolom most arra megvannak az emberi, a Kutrumpis, Diaby. Látod, a Kádár is még ott lenne egyébként, de most... Ugye, ja igen, és akkor most a Kádár örökre száműzve van? Hát nem, most nem elbaladtunk róla. Nem tudjuk, hogy hol tart az igen. Jó, mint ahogy a klub adásvételéről is mélységesen milyen hallgat. Egyébként mondjuk erről akartam beszélni. Na. Mert ugye a múlt héten az MTK... De jó, hogy egy szót se szóltunk az autóba egymáshoz. Igen. Szóval a múlt héten az MTK meccsre az új szponzorunk ugye fizette a belépőjegyet minden szurkolónak. Ja. És tehát az a cég, ugye, aki elvileg valamilyen szinten, vagy nem tudom milyen százalékban, de valahogy összefüggésben van ugye azzal a céggel, aki ugye be akarja venni az új Pestet. Igen. És azt nem tudom, hogy fogalmazom, egy komplikált történet, de én igazából az én olvasatomban az, hogy ők szponzorként megjelennek, az úgymond egy belépő lehet. Mm. Tehát egy olyan gesztus volt, például ez az ingyenes belépő is, hogy itt vagyunk, lehet, hogy letételre került a következő adag lóvé, ezt nem tudom, hogy néz ki a konstrukció, lehet, hogy a következő szint az volt, hogy letesznek mondjuk x millió forintot, és akkor ezáltal, mint szponzorok már beléphetnek a klub működésére, vagy nem tudom pontosan, hogy néz ki a felállás. Mm. De szerintem ez egy pozitív jel lehet. Ja. Mondom, teljesen, ezt most itt teljesen saját kútfőből gondoltam én, vagy gondolom én. Szerintem ez lehet, hogy ennek a nem tudom hányadik lépése. Jó, hát reméljük. Na minden esetre 7 meccs, 6 győzelem. Mostanában, aminek az eredményeképpen az 5. helyen állunk a tabellán. Egyébként Budu 9 gólos, megnéztem. Ez egyébként ez egészen nagyszerű, hogy a tabellának az 5. helyén állunk, és az is fontos, hogy előttünk van az Zalaegerszeg, a Kisvárda, a Puskás Akadémia, meg a nem mondom ki kicsoda. Nem.
És ennyi, és 27 meccsünk van, mint a többieknek. Tény, hogy egyébként pont egy előség van a Videótonnal, meg egy pontra van tőlünk a Paks. Ami viszont fontos, mert ugye szerintem egy 10 fordulóval ezelőtt azon idegeskedtünk, hogy bennmaradunk-e vagy sem, hogy azt hiszem kijelenthetjük, hogy ez a teher lekerült a mi válunkról, ugyanis 6 kör van hátra, és mind a Gyirmót, mind az MTK 10 pontra van leszakadva tőlünk. Hát ez szerintem... Nyilván 3 győzelem és 1 döntetlennel már is utolérnek minket, csak az a helyzet, hogy olyan nyerő szériában vagyunk, hogy soha nem érnek utol. Hát szerintem, hogy kijelenthetjük, hogyha még egyet nyerünk, akkor igazából zsebben van. Ja. Zsebben van a történet, de így is egyébként nem hiszem, hogy ekkora tudna fordulni a világ. Nem. De egyébként a jövő héten Zalaegerszeg jön, nyilván meg kell verni őket. Egyébként ők állnak előttünk a negyedik helyen 39 ponttal, és szerintem, hogyha nyerünk, akkor be is tudjuk előzni őket. Igen. És akkor pik-pak, ott vagyunk a negyedik helyen. Igaz, hogy utána van egy kis nehezítés, mert hogy utána viszont... Derbi. Utána viszont derbi jön. Hát. És az csak azért tűnik egyébként egy nehéz dolognak, mert azt hiszem a bajnoki címet, ha a világ jelenlegi állása szerint nézzük a tabellát, akkor szerintem az lesz az első olyan mérkőzés, amikor bajnokok lehetnek az ődék. Hát. És ráadásul náluk játszunk megint. Köszönjük a sorsolást. Hát ezt jól lenne megelőzni. Igen, tehát hogy állatéren nem örülnék, hogyha ellenük lennének bajnokok. Illetve egyébként szerintem, ami most így kulcsfontosságú lehet, és amiért fontos, tehát ugye ezért tök jó motiválni, mindig lehet motiválni a srácokat valamivel, mert ha meg most nyerünk, ugye Kispestet megütjük, akkor őket előzzük, ha nem tudom, Debrecen, stb. De ugye most eljutottunk arra a szintre, ha megütjük az a Legerszeget, akkor átvehetjük a negyedik helyet tőlük. Ami ugye azért is fontos, mert hogyha mondjuk a akinek nem mondjuk ki a nevét, megnyeri a Magyar Kupát, ahol egyébként mi is versenyben vagyunk, és reméljük, hogy megütjük őket, de akkor a negyedik helyezett is nemzetközi porondot ér. Számításaink szerint. Igen. Igen. Jó. Abszolút. Kisvárda lehet, hogy kipukkadt. Egyébként lehet, hogy oda is tudunk érni a dobogóra, viccen kívül. Hát mondjuk egy ilyen szezon után az a világ örülhelye lenne, hogyha, tehát az mindent elmondan az NBA-ről. Gondolj bele, 2 hónappal ezelőtt még kieső helyen, tök utolsók voltunk az NBA-ben. Persze, rettegtünk minden egyes podcast alkalmában. Akkor is, előtte is, utána folyamatos rettegés, álmatlan éjszakák. Mindegy, egyébként, hogy ki kell játszunk még, tehát Zete, Fagyi, Gyirmót, Kisvárda, Videóton, Mezőkövest, ez a hátrajövő sor. Én 6 győzelemmel számolok. És egyébként milyen vicces és hors, nem? Hogy amikor néztük ugyanezt a listát, mondjuk pár héttel ezelőtt, amikor még szarabból álltunk, akkor meg azt néztük, hogy ki ellen fogunk pontot szerezni. Most a mai tudásunk szerint, ugye, ahogy mondtam, viszont igazából bárkit üthetünk. És meg is ütjük őket. Ja, abszolút. És ráadásul ez egy nagyszerű főpróba volt, hiszen a Paksa játszunk a Magyar Kupa elődöntőjébe, április 19-én. Addig nagyon szépen kérem a Paksi stadion üzemeltetőt, hogy vegyenek fel büféseket, mert ez így tényleg tartalmatlan. Diákmunkásokat, bárkit tényleg. Április 19, Paks Újpest, és 20-án egyébként annak a mérkőzésnek a végeredmények tudatában játsszák le a következő elődöntőt. Győri Eto. Az Zöldek csatája. Igen. Ja, és aztán a döntő május 11-én lesz, egyébként arról van bármi információnk, hogy hol játsszák a kupa döntőt, vagy csak nem a Groupama Flórián arénába megint. Szerintem, nem tudom, egyébként most lehet, hogy csak így mi flash-eltük be, hogy a Puskásban lesz, vagy így mi gondoltok ezt már bele? De tavaly ott volt. Ez ki lett mondva? Nem tudom, tavaly ott volt. Szerintem igen, ott kéne lenni, tehát Wembley-ben van a FA Kupa döntő, akkor ugye lehetne nálunk ugye hagyományként Szabadföld. A Szabadföld Kupa az mindenképpen legyen az új Puskás arénába. Na de ha már Magyar Kupa, akkor egyébként
Én lelkiekben már arra készülök, hogy a mai meccs után is. Kicsit. Igen. Tehát én mindenképpen arra gondolok, hogy be fogunk jutni a kupadöntőbe, ahova a Pakson keresztül vezet az utunk, és pár érdekességet összeszedtünk az eddigi kupadöntőkkel kapcsolatban. Írd és mondd, 22 magyar kupadöntőt játszott az Újpest a története során, és ebből 11-et megnyert. Tehát most kéne elbillenteni egyébként pozitív arányba ezt a mérleget. És ebből a 11-ből 6 volt olyan kupadöntő, amire egyébként emlékszem is, vagy aztán mondhatom, hogy emlékszünk, a kollektív emlékezetünk része, amiből pedig 4-et megnyertünk. Csak hogy megemlítsük szó szerint, egyébként 98 az MTK ellen ott kikaptunk, ott egyébként aztán akkor lehet, hogy benn voltam a füvön, és volt ilyen vízágyú is. Az volt az a meccs, amikor még a hőskorszak, amikor behozták... Olyan meleg volt. Olyan meleg volt, hogy kettő ilyen emlékezetes dolog van azon kívül, hogy kikaptunk, az nem annyira emlékezetes. Az egyik az az, hogy ez még a boldog békeidőben volt, amikor még nemet mondtunk tényleg a modern futballra, és 2 darab kékre festett libát engedtek be a pályára. Ez akkor még simán ment. Az egy tréfás dolog volt, a másik pedig, hogy akkor volt nagy divat ez a kulcstartó lézer, tudod, ez a piros pont, és hogy arra emlékszem, hogy vezetett 1-0 el az MTK, 80. perc környékén jártunk, és az Újpest szurkolók elé felsorakozott a rendőrsorfal, és tehát 2 perc múlva már mindegyiküknek a homlokák közepén világított egy ilyen piros pont, és az elég vicces volt akkor. Na mindegy, szóval ez volt az első, amire igazából emlékszem. Aztán 2002, amikor győztünk a haladás ellen. Az a Robert Wagner féle. Az a Robert Wagner féle, igen. Az volt Győrben volt az a kupadöntő, azt csak tévében láttam. Én azt hiszem, hogy nem voltam egyébként. Igen, akkor nem ez a legemlékezetesebb, majd amikor megkérdezem, hogy melyik volt a legemlékezetesebb, akkor ezek szerint nem ez. Nem ez. Egyébként az csak a hec kedvéért, hogy akkor a haladásnak annyira menő volt a szponzora, hogy föl is vette a nevét, S. Oliver Haladás FC. Ez nagyon jó márka. Igen. De szponzoráljunk itt. Jó, nem csak elmondtam. Utána Újpest Diósgyőr, ugye még a régi Népstadionban, 1-1, 11-esek, az szuper volt. Az 2014, ugye? Ez 2014. Na az nincs meg például, mert akkor pont ki volt Angliában. Jó, hát ez már legyen a te bajod, az egy nagyszerű kupadöntő volt emlékeim szerint. Nem is láttam szerintem azt a meccset. Ott volt az a, nem tudom, ez a sztori rémlik, meséljek ilyen sztorikat? Persze. Hogy a Vinjevics mesélte valami interjúba, hogy ugye, amikor eljöttek a 11-esek, vagy eljött a 11-esek pillanata, akkor mondta a játékosoknak, hogy jelöljenek ki 5-öt, aki vállalja a büntetőt. Tehát ők mondják meg, hogy ki rúg büntetőt, és akkor az volt, hogy a Balog Balázs meg még valaki jelentkezett, és ott állt a csapat. Tehát, hogy érted, magyar kupadöntő, és ketten jelentkeztek, és akkor így emlékszem, hogyha tárgyi tévedést vétek, akkor elnézést, de a sztori nem változtat, mint tréfa, hogy a Simon Krisztián feltette a kezét, aki azon a héten edzéseken egyszer rúgott csak 11-est, de azt is kihagyta, és hogy amint ez megtörtént, akkor a Balogh Balázs akkor jelezte, hogy akkor ő viszont mégsem szeretne 11-es rúgni, és akkor megint 2 embernél álltunk, és hogy lehet, hogy akkor még a Csibu Abu nálunk játszott. Valamiért ez rémlik, és hogy a Vinyevics, mint hogy róla mondta volna, hogy kérdezte, hogy rúg-e büntetőt, és akkor mondta, hogy yes, de hogy egyébként a Vinyevics szerintem biztos, hogy értette a kérdést. Jó, mondom, lehet, hogy kicsit itt tárgyi tévedéseket vétettem, akkor elnézést, de hogy kb. Ez volt a sztori, és mindezek dacára behúztuk azt a kupadöntőt, az csodálatos volt. Fú, most megnézem azt a 11-es rúgó listát egyébként. Ja, jó, majd ránézünk, majd amikor bejutottunk a döntőbe, akkor rendesen felkészülünk egy külön kupadöntős adással, aztán 16-ba játszottunk a
A fagyi ellen. Azon kim voltunk. Azon kim voltunk. Igen. Leszurkoltuk őket. Tehát egy kis csoportos óvodás csoport. A grupamában. Igen. Egy kis csoportos óvodás csoport is keményebben szurkolt, mint ők. Igen. Mi viszont megzabáltuk őket. Szerintem az jó volt. Kár, hogy elbuktuk azt a kupadöntőt. Ott sem érdemeltünk vereséget, de hát sosem érdemlünk. És akkor volt a Puskás Újpest 2-2, azon együtt voltunk. Igen. Férfiasan bevallom. Emlékeim szerint, amikor délután találkoztunk a Rádai utcába, megittunk valami rövid italokat, söröket. Mire megérkeztünk a stadionba, gyakorlatilag semmire nem emlékszem. Az egyetlen dolog, amire emlékszem, hogy a Zsótér rúgott egy hatalmas gólt. Igen. Sőt, nem. Meg a pólókat vettük föl. Igen. Vagy ösztes, vagy kupa döntős pólókat vettünk. Igen. Meg arra emlékszem, hogy az elején fölmásztam a kerítésre, és akkor valami szekus lehúzott, és elválasztott tőletek, és utána oda kerültem egy bácsi mellé, és akkor a bácsira ránéztem, ilyen enyhén illuminált állapotban, és akkor kérdeztem a bácsit, hogy a gólt rúgunk, megölelhetnek? Ő pedig mondta, hogy igen. És akkor gondoltam, hogy az rohadt szekusok velem nem basztok ki, mindenhol lesz, akivel ölelgetem majd a másikat. Az kurva jó volt az a meccs. Ja. Emlékszem, ott tényleg a egész kapunk mögött ott volt a tábor, rohadt jó volt a hangulat, hát ugye az ellenfél szurkoló táborát az... Hát szurkolói nincsenek. Igen, tehát ott a összes korosztálynak a focista palántáit tették a kapu mögé, és ott voltak 80-an kb. Ja. Hát ja, az elég egy oldalú volt szurkolói szempontból. Igen. Én arra emlékszem, hogy akkor 11-esékig ment ugye a történet, és a, mindenki... Akkor a Pintér Attila volt az edzője a Puskásnak. Szerintem igen. Lehet, ilyen is volt tényleg. Fú, de jó ég. Na mindegy. és akkor mindenki lement ott a lépcsőkön, ott álltunk egymás nyakába. Ja, az jó volt. Az szuper jó volt. És utána volt még tavaly a... Castrati. Nek elcsült a lába, és megvertük a videótont. Ugye az is egy olyan meccs volt, amikor ugye abszolút nem mi voltunk a favoritok. Nem, de azon nem is voltam kint, de ott valami oltás problémám volt. Hát én aznap kaptam be oltást, és belázasodtam. Igen, valami oltás probléma volt, azért a tévéből láttam csak. No mindegy, mert hogy ebben az évben másképp is alakulhatnak a dolgok. Egyébként ezek közül neked akkor a Puskás volt a kedvenced? Hát, szerintem nekem igen, tehát ugye egy-két meccs kimaradt külföldön, emiatt, amiatt. Az egy elég kompakt volt minden szempontból. Ja. És akkor aztán utána jött ugye a Sevilla, ugye? Az volt az, hogy, amiatt kvalifikáltunk ugye az Európa Ligába, ugye akkor egy Európa Liga volt csak. Uh-huh. Igen, és akkor jött a Sevilla. Ami jó volt. Ami jó volt, igen. Vagy hát legalábbis Donika bombájára mind emlékszünk. Hát igen, akkor egyébként igen. Elég rendesen. Okay. Én is lehet, hogy ezt a kupa döntőt mondanám nagy kedvencnek. Meg a Diós Győrt. Ja. Hát ha mondjuk lenne egy amit beszéltünk ugye a múltkor is, hogy lenne egy Újpest Fradi kupa döntő. Bár mondjuk azt se bánnám, hogyha a Győr nyerne. Mármint az elődöntőn. Az elődöntőn nyerhetne a Győr. De ez szerintem úgy lenne a szép, hogyha rátállnék a pontot az íre. Ja. Ne, a győr a könnyebbik verzió lenne, a könnyebbik út lenne. Ja. Jó, oké. Okay. A végén a győzelem az győzelem. Tehát azt nem mondom, ugyanúgy beírják a nevünket, ugye bevésik, rávésik a kupára, de azért mégiscsak jobb lenne őket. Ja. Puskásban. 65 ezer néző előtt. Igen. Ja. Jó, én támogatom. Szóval április 19-én mindenki Paksra, mert ezt ki kell szukolni. Tehát írjátok meg, hogy kinek melyik volt a kedvenc magyar kupa döntője. Mi azt hiszem elmondtuk, hogy nekünk melyik volt. Meg illetve ugye jövő héten még Zalaegerszeg. Ja igen, jövő héten Zalaegerszeg. Te mit tippelsz az ETA ellen, aki 3-1-re megverte egyébként a Kispestet? Ugye, szerintem mindenki csapat egész jó formában van.
De én most erre a meccsre is egyébként 3-1-et tippeltem, tehát most telébe trafáltam. 3-2-t. Én azt mondom, hogy 3-1 erre is. Nyerünk, az is 3-1. És a Paksot is megtippeljük? Vagy nem? Nem, az még, lesz, az még sok el van, az igen. Még sok el van. Jó, én is azt gondolom, hogy nyerünk az Ete ellen. Igen, 5-0. Most egy 5-0. Na, az gyönyörű. Az gyönyörű. Kell kiütni az Etét. Azok is fradistek. Igen, úgyis lesznek ott, jönnek majd a vendégbe. Ja. Úgyhogy egy 5-össel menjenek haza. Azt kívánom. Ja. Ja, az. Bár egyiket azért összefoglalva azért mondjuk el, hogy hogyha a bajnoki helyezéseket tekintve nem is élünk annyira szerencsés korszakban a klub életét tekintve, mert ugye van, mit tudom én, apukám végigélt az, hogy 7-szer lettünk bajnokok zsinórban, meg ilyenek, ami nyilván egy kicsit más ahhoz képest, hogy én a 98-as bajnok csapatra emlékszem. Azt most élik át egyébként. Ja, mindegy. Hát de így ki hogy éli meg. De az hogy egyébként ja, 6 kupa döntőre tisztán emlékszem, amiből 4-et megértünk, ez egészen parád, és az össz 11 győzelmünkből. Igen, mostanában azért tényleg elég el voltunk kapatva. Ja. Kupa győzelmek itt tekintetében. És ne felejtsük, hogy mi vagyunk a címvédők. Hát igazából... Ebben jók vagyunk. Igen, ebben tényleg jók vagyunk. Megyen így. Jó, én ezekről ennyit szerettem volna mondani, azt hiszem. Készen állok arra, hogy... Tehát, ha mondjuk nők lennénk, akkor azt mondanánk az Újpestre, hogy hosszú távú kapcsolatra még nem vagyunk jók, de egy éjszakában verhetetlenek vagyunk. Ja. De nem vagyunk nők. De nem. Jó, akkor én azt gondolom, hogy lepj meg egy láthatatlan légióssal. Magamhoz veszem az irányítást. A tudást. Szóval... Csupa fül vagyok. Vajon olyat hoztál, amit nem fogok kitalálni? Figyelj, ezt garantálom, hogy ki fogod találni. Jó. De ezt most nem is azért hoztam, hogy ne felejtjük. Jó. Szóval, hősünk 1998. február 10-én született a kongói demokratikus. Nem baj, menjünk végig ezzel. 1,75 magas, csatár. Nem fog belevenni a részletekbe. Tehát az Újpest egyetlen klubja volt, nevelő egyesülete, a Sanga Balende. Ismerem. De szerintem Zangának kell mondani, de... Hol egészen 2018 szeptemberig futballozott. Pallérozódott. Igen. Ahonnan leigazolta az Újpest. Amikor megvásároltuk, akkor az értéke a Transfermarkt szerint, amit értékadó hollandnak nevezünk, az én életemből rendkívül mértékadó. Igen, tehát 100 000 euró volt akkor az ára, és a legutolsó bejegyzésből az 2020. augusztus 7-én van, akkor konkrétan nulla. Nullára csökkent ez a szám. És összesen egy NB1-es meccse van, egy perc. Tehát ez a tökéletes látható a régiós. Igen. Jó, leszámítva azt, hogy egyébként én tudom, hogy ki ő, de az majd a végén. Igen. Csopom. Jó, most nem akarom, hogy tudjuk, hogy kiről van szó. Annyi a lényeg, hogy még a mai napig az Újpest alkalmazásában áll. Én ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Jó, akkor azt mondom, hogy még mindig Budapestet tartózkodik. Na figyelj! Azt mondja, hogy 2018-as cikk, klub honlapja. A mai napon klubunk szerződés kötött van. A világgyors kongói labdarúgó, agilis, támadó szellemi futbolista, aki nagyon boldog volt, hogy egy ilyen nagy múltú csapat tagja lehet. Abszolút. Azt mondja, hogy a beszámolóból az is kiderül, hogy játékengedélye intézése folyamatban van. Amint minden hivatalos papír elkészül, már is Nebojsa Vinyevics vezetőedző rendelkezésére áll. Illetve még volt egy ilyen cikk,
ez egy blikk volt, igen, hogy a kongói Sanga Balende együttesétől szerzetette az Újpest, a hozzáfűzött reményeket azonban nem váltotta be, mindössze egyetlen percet játszott az élvonalban 2018 novemberében a Kisvárda ellen. Az elmúlt fél évet már a Lilák BLS első osztályában szereplő második együttesnél töltötte, 6-szor lépett pályára. Azt mondja, hogy igen, egy klubhoz közeli igen. ember azt közölte a Blikkel, hogy szerződést mégsem bontottak vele, újra a második csapatban találta magát. Néhány napja Gyepre is lépett az FTC 2 elleni NB3-as miniderbin, igaz, már a fél időben lecserélték. Felvetődik a kérdés, miért alkalmaz a klub harmadosztálya együttesében is légióst? Már csak azért is, mivel ezen a szinten a külföldi légiósokat, játékosokat bevető gárdák csak alaptámogatást kapnak az MLS-től. Jók a fizikai adottságai, nagyon gyors játékos, de az első csapatban nem tud bekerülni. Élő szerződése van, most az NB3-ban kap lehetőséget. A klub elengedné, a játékos is távozni szeretett volna a nyáron, de nem sikerült eligazolni. De azóta is a Fóti út környékén látják. Elmondom neked, hogy ez egy 2020-as, igen, 2020-as cikk. Jó, én rákérdezek, és el is találom. Elfogad. Ő Rózsi Lubaki. Igen. Rózsi Lubaki. Miközben beszéltél hozzám, közben már annyira kitaláltam, hogy az MLS adatbankot egyébként fel is lapoztam, és azt kell mondanom, hogy a 21-22-es idényben szerintem ő már nincsen Újpesten, de hogyha valakinek bármi más információja van erről, akkor... Egyébként... És van középső neve, Kinkela. Igen, és megnéztem az instáját, ezt tudom, hogy tavaly novemberben házasodott meg. Szóval ezután is gratulálunk. Igen, sok boldogságot Lubakiéknak. Viszont szerintem még utána bejelentkezett Budapestről. Lehet. Tehát az MLS adatbank szerint 2020-21-es idényben játszott biztosan nálunk. Ott 4-szer volt kezdő, 1-szer csere, és 1 gólt szerzett. Szóval azt kell mondani, hogy ott sem élete szezonját futotta. Tavaly még itt volt, az biztos, ugye? Tavaly még azért láttuk a nevét egy NB3-ba, vagy felfelé. De szerintem most már szerintem nincsen. Vagy hát az MLS csak frissíti az adatbankját. De egyébként ő mondjuk egy olyan játékos, aki így, tudod, így elsikkadt. Tehát így nem tudjuk, hogy megvettük, holnap bejelentés, stb. És akkor így... És egyszer csak átigazolt a másodosztály, vagy mi a második csapatba. Igen, hogyha nincs a fizetési listája a klubnak, akkor nem kéne szólni erről, vagy nem tudom, vagy... Na mindegy. Jó, hát nem tudom, hogy mit csinál most. Ha valaki tudja, ezt is írjátok meg, ha valaki tudja, hogy mit csinál most Rossi Lubaki, akkor kérlek tájékoztassatok róla minket. Ja. Köszönöm a mai feladványt. Nem volt túl nehéz. Ez nem. De ennél nehezebbek. De egyébként tényleg egy perc az NB1-ben. Ja, az abszolút rendben van. Abszolút mintapéldánya annak, akik miatt ezt a rovatot megálmodtuk. Szuper. Én ennyit szerettem volna azt hiszem nagyjából mondani. Maradt-e még benned bármi? Nem, köszönöm szépen. Én is köszönöm mind a lehetőséget, mind a beszélgetést, mind a csodálatos foci meccs élményt és a csendes hazafele utat. Mindegyik szuper volt. Ám de boldog. Találkozunk jövő héten kint a Zete ellen. Így van. Mindenki vigyázzon magára. Kellemes húsvétot. Igen, az is most jön. És sok locsolót, sok locsolást. Sok pénzt kapjatok a locsolkodásért. Azt kívánom mindenkinek. Innen folytatjuk, remélhetőleg az Alagerszeg legyőzését követően. Így van, jövünk újra. Oké. Okay. Hajrá, Lilák! Hajrá, Lilák! Sziasztok! Ciao. Viszontlátásra!